Köszöntöm az ismerős nézőit! Ez az a könyv a Bukovinai Székely Családok címmel, ez az apropója a mai beszélgetésünknek, és akinek mindez a fejében, illetve a tollában megszületett, az pedig Rudolf László, a könyvszerző. Én nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióba, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. És hát ugye ez a könyv, ez egy családkönyv. Pontosan miről is szól, hogy is, hiszen ha valaki ezt kinyitja, akkor egy rengeteg adatot lát benne, illetve képeket, hogy született, és mi volt az apropója? Hát a könyv megszületésének és ötlete az nagyon messzire nyúlik vissza. Én 17 évvel ezelőtt, amikor visszakerültünk Borsod megyéből Bátaszékre, akkor kezdtem el komolyan utána járni, hogy hát az én őseim honnan származnak, kik voltak. Édesanyám a bukovinai Józsefalván született, Flexon Zsófiaként, tehát izgalmas volt a név, hogy Flexon, izgalmas volt Bukovina, nagymamámtól, Szentes Krisztinától nagyon sokat hallottam, és amikor megtudtam, hogy a józsefalvi anyakönyvek a bátaszéki plébánián vannak, akkor mi sem volt egyszerűbb, idézem mondom az egyszerűbbet, hogy hát megkérjem Herendi János, akkor plébános, most már apát urat, hogy hát engedje meg, hogy én betekintsek ezekbe az anyakönyvekbe, hogy a saját őseim után járjak. Igen ám, de hát én számítógépes programozó révén, meg már akkor így kicsit kezdtem kutatgatni más témákban is, gondoltam, hogy mást is érdekelhet a saját családjának a története, de nem biztos, hogy neki lesz annyi energiája, ideje, türelme, hogy beüljön a plébániára, és akkor napokon, heteken, hónapokon, sőt akár éveken keresztül is nézze, bújja ezeket az anyakönyveket, illetve maguknak ezeknek a régi anyakönyveknek sem tesz olyan jót, ha olyan sokan forgatják, és akkor én kigondoltam rögtön az elején, hogy mi lenne, hogyha számítógépre vinném az anyakönyvi bejegyzéseket, tehát egy hatalmas adatbázist hoznék létre, írnék rá egy programot, mint számítógép és programozó, úgy gondoltam, hogy ez nem lehet olyan nehéz, és akkor utána minden józsefalvinak el tudnám készíteni a családfáját. Sejtetted, hogy ekkor a nagy fába vágod a fejszét, hiszen 1991-ben kezdődött a munka, most pedig 2008-at írunk, tehát ez jó néhány év volt, amit erre a könyvre fektettél, illetve ennek a könyvnek a megjelenésére. Nem, mert először én valóban csak a józsefalvi családfák elkészítésére gondoltam, ráadásul még a régebbi programozási nyelvekben írtam meg azt a programot. Én akkor csak valóban arra gondoltam, hogy ha Józsefalvára bárki érdeklődő van, akkor én neki el tudom készíteni a családfáját, illetve hát az egész kiinduláshoz még annyi kapcsolódik, hogy gondoltam, hogy ha oldalágon is szeretném megtudni a rokonomat, akkor minden egyes bejegyzést át kell néznem, és ha már átnézem, akkor ha rögzítem számítógépesen, akkor utána már könnyebb lesz visszakeresni. Tehát na a kiindulás igen, ez volt. Na igen, de aki ismert téged, az tudja igen. Rólad, hogy te egy kíváncsi ember vagy, úgyhogy ezzel nem elégedtél volna meg, hogy csak a Józsefalván élő emberekről adsz információt, méghozzá az, hogy Józsefalvára mikor kerültek és meddig éltek ott, hanem ugye ennél tágabbra nyílt ez az olló, jóval hát, tágabbra. Igen, de itt kellettek más emberek is ehhez, és akkor itt említeném meg azóta már sajnos elhűnt Höflerni Kelemen Emmát, nagyon sokan ismerik, ő Andrásval volt, és amikor megtudta, hogy én a Józsefalvánál hát mit végeztem, akkor ő javasolta, hogy hát folytassam én ezt a munkát Andrásfalvával, és hát így került képbe most már a következő falu Andrásfalva, de egyébként én magam is éreztem, hogy hát rendben, Józsefalvára mindent tudok, de hogyha egy józsefalvi vőlegény, egy Isten segítség menyasszonyjal házasodott, akkor bizony a szüleik nevein kívül az Isten segítség asszonykára nem tudtam semmit, és hát többen érdeklődtek, hogy hát igen, akkor de mi volt előtte Isten segítség a többi faluban, és akkor így hozzáláttam, hogy először a józsefalvi szálakat érintően azokat a más falvakban lévő bejegyzéseket is próbáljam meg számítógépre vinni, akkor ráadásul, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni a 90-es évek elején, akkor
még nem volt digitális fényképezőgép, vagy legalábbis Magyarországon még nem, és hát így nem volt meg az a egyszerű lehetőség, mint ma, hogy esetleg digitálisan lefényképezzük az anyakönyv oldalakat, és akkor otthon majd rájönünk vele foglalkozni, és én akkor úgy gondoltam már a második falunál, Annásfalán, hogy akkor minden bejegyzést teljesen betűre-betűre fel kéne vinni számítógépre, hogy egyéb nem csak család történeté, hanem más kutatások céljára is lehessen ezt használni. Ez viszont nagyon lelassította a munkát. Úgyhogy hát van ennek előnye, van ennek hátránya, és az ember teljességre törekszik, és így lelassult a munka. Viszont mindig, ha esetleg valami probléma van az ember életében, akkor mindig általában jön valami kellemes közjáték is, ennek köszönhető, tehát az internet megjelenésének, illetve annak, hogy én az interneten keresztül megismerkedtem egy amerikai hölgye, Elizabeth Longgal, akinek a férje egy andásfalvi leszármazott unokája volt. Így sikerült egy külső segítséget is szereznem, tehát most már nem csak én egyedül dolgozgattam Andásfalvával, hanem ő is, ez a hölgy is nagyon komolyan belvezette magát munkába, személyesen is találkoztunk először itt Magyarországon, akkor utána meghívtak Amerikába, és akkor már Salt Lake City-be is eljutottam egy konferenciára, később Kanadába is, és akkor Kanadában, Regina-ban, ahova nagyon sok székely ment az első világháború, ott is tudtam helyszínen az ottani anyakönyveket kutatgatni, kiírni belőlük az adatokat. Tehát több segítségem is volt arra, hogy ezeket a távoli adatokat is beszerezzem, illetve hát talán még az Elizabeth Longgal való kapcsolathoz társul, hogy akkor abban az időben az ő tanácsára kezdtem elmenni az akkori Jugoszláviába, mostani Szerbiába, hogy az aldonai székelyek adatait próbáljam meg helyben megszerezni. Megismerkedtem egy nagyon jó barátommal, Erős Lajos székelykevélyi származású, tehát székely józsefalvi, andásvai ősökkel rendelkező pappal, aki Űrményházán volt plébános. Gyakorlatilag 5 perces beszélgetés után ő megmondta, hogy mit kell csinálnom. Látta, hogy én komolyan gondolkodom erről az egészre, és utána ő nekem minden segítséget megadott, a saját püspökének, a temespári püspöknek is bemutatott, a kollégáinak, és utána gyakorlatilag megnyíltak előttem a jugoszláv, illetve a román püspöki levéltárak, a különböző plébániáknak az anyakönyvét is tudtam tanulmányozni, illetve digitálisan, amikor már volt digitális fényképezőgépen lemásolni. Tehát sok olyan adatot tudtam beszerezni, és utána itthon Bátaszéken folytatni a feldolgozást, amiről korábban esetleg nem ismertem álmodozni, és nem is gondoltam volna, hogy hát olyan adatokat találok, ahol tudom kutatni a nem csak a Józsefalvi, hanem a többi bukonyi faluból elcsángált, idezőben az elcsángált székelyek sorsát, mert igazából ez a könyvnek a másik értékessége, azon belül, hogy az összes józsefalvi család szerepel benne, hogy minden egyes személynek, aki Józsefalváról korábban elment, mint a hivatalosan 1941-ben áttelepítettek Bukovinából Bácskába, ha valaki korábban elment, én annak a sorsát is próbáltam kikutatni a különböző anyakönyvekből. Többek között ettől is olyan egyedülálló ez a könyv, hiszen ilyennel, mint ahogy itt beszélgettünk még az interjú előtt, említetted, hogy ilyennel még te sem találkoztál hasonló könyvvel, ami ennyire szertágazóan ennyire kutatta volna. Szinte az egész világon, hogy nyomon követni, hát nem, ilyet nem tudok. Tehát olyan, igen, hogy nagyon sok falunak feldolgozták a családtörténetet, általában a katolikus vagy református anyakönyvek alapján, és ha tudták, hogy egyes emberekkel mi lett, azt még beírták, de az, hogy nyomoztak volna azok után, akik mondjuk például Józsefalván születtek, és akkor szinte az egész világot beállózva kutatni, keresni őket, hát én úgy érzem, hogy ebben elsősorban egyedülálló, ha pedig elkészül majd a többi könyv, mert hiszen a könyvborító
látszik, hogy ez még csak az egyes, Négyes. egyes kötet, akkor pedig abban is egyedülálló lesz, hogy nem csak egy falunak, hanem egy területnek, tehát egész Bukovinának a székely lakta falvait feldolgozza, és szintén azt mondom, hogy egész világot behálózóan az egész székelység sorsát múltba visszamenőleg, illetve hát bizonyos letelepedésekkel bezárólag tudom követni. Nagy gondot és hangsúlyt fektettél a könyv megjelenésére is. Tudom, hogy feleséged Bátki Erika, aki rajztanár, nagyon sokat segített például abban, hogy milyen külalakot öltsön ez a könyv. Ő a vizualitásával, vizuális érzékével próbált hozzájárulni az alkotáshoz, és többek között ennek is köszönhető, hogy színes lett. A sok adathalmaz mellett van némi szöveges rész és képek, amiktől átláthatóbb és talán olvashatóbb, nézhetőbb maga az Igen, írás. Tehát családban feleségem Bátki Erika a legnagyobb korrektorom, tehát elsőként ő mondja el mindig a véleményét, ha valami újat találok ki, és ő volt az első, aki azt mondta, hogy hát egy ilyen száraz adathalmazt ő például nem olvasna el, de szerinte mások se nagyon. Ez volt az egyik Valljuk be, aki szerepel ebbe a könyvben, vagy a családja, az biztos, hogy azt is elolvasta volna, de így, ha csak így biztosan. Valóban felsorolva a családok, akkor szerintem valóban úgy száraz lett volna, de jelennek meg úgy családkönyvek, elsősorban német lakta falvakból, ilyen family bookok, és hát arra is van érdeklődés, de én úgy szerettem volna, hogy kicsikét azoktól eltérően megjelentetni, akkor megmutattam Szőcs Zoltánnak, a Bonyhádi Múzeum igazgatójának is egy-két család mintáján keresztül, hogy milyen könyvet képzelek el. Neki is az volt a véleménye, hát ezt nem lehet könyvformában, ezt maximum CD-n szabad kiadni. No hát két ilyen súlyos vélemény után úgy gondoltam, hogy akkor mégis lehet ebben valami, és tavaly évelején kezdtem el akkor fényképeket gyűjtögetni, mert úgy gondoltam, hogy fényképekkel azért fel lehet dobni egy-egy könyvet, hiszen ha valakinek a kezébe akad egy vaskos könyv, akkor először mindig a fényképeket nézi, hogyha vannak benne, akkor végiglapozza, megnézi a képeket. Tehát úgy gondoltam, hogy akkor azzal lehet színesíteni. És akkor elkezdtem. Nem tudtam, hogy mire számíthatok, hiszen Józsefalván tudni kell, hogy 1939-ben leégett a falu. Nagyon sok mindenkinek mindene odaveszett. Tehát sok mindenre nem lehetett számítani. És mégis, ahogy elkezdtem járni a családokat, akiket egyébként én már az anyakönyvekből ismertem, akkor a leszármazottaikat, most személyesen egyre több emberre megismerkedtem, akkor telefonkönyvekben, interneten keresztül kutattam nem csak Bátaszéken és nem csak Szabarban lévő egykori józsefalviakat, hanem az onnan elkerülteket is, és így gyakorlatilag Magyarországon szinte mindenkit be tudtam azonosítani és megtalálni rokonok segítségével, vagy telefonkönyv alapján, és én embereket is felhívtam, elmondtam, hogy mi a tervem, készülök egy ilyen józsefalvi könyv, és hát szeretnék ahhoz elsőbb a családi témájú fényképeket, de hogyha bármilyen más, ami Józsefalván vagy Bács Józsefalván készült fényképük van, nagyon szívesen venni. És ezek a vadidegen emberek gyakorlatilag első szóra megértették, hogy én itt egy nemes cél érdekében gyűjtögetem a fényképeket. Sokan mondták, hogy sajnos nincsen semmiük, mert ha meg is maradt még bácskáig, akkor nagyon sokaknál 1944-es meneküléskor elvesztek ezek a fényképek, de sokaknál még így is maradtak. És volt, aki elküldte nekem levélben, volt, aki interneten keresztül, ha volt erre lehetőség, és én mindenkinek visszaküldtem minden fényképet, tehát így gyűltek, illetve hát mivel híre ment volt, aki személyesen elhoztam, mondjuk Bátaszéken, vagy pedig Szabarban nagyon sokat jártam egy időben, Pécsre is szerveztem több kutatóutat, és volt úgy, hogy beütemeztem, és akkor egy nap alatt mondjuk 6 családot jártam végig Pécset, és akkor meg volt beszélve, hogy hova, mikor megyek, körülbelül vittem magammal szkennert, vittem magammal
laptopot, és ott helyben lemásoltam én ezeket a fényképeket. Tehát ez volt a fényképgyűjtés időszak, ami hát több mint egy évig tartott, majdnem szinte azt lehet mondani, másfél évig szinte a könyv kiadásának pillanatáig, hiszen került bele egy olyan fénykép is, ami hát nálunk otthon, családban volt, és édesanyám egyik nap jön és mondja, hogy hát neki van még itt az egyik rokonó fényképe, akiről szó van a könyvben, csak hát ő is korábban elment Józsefalvára, és akkor belekerült ez a fénykép is. Tehát ezek voltak a legfontosabbak, amelyek színesítettek a fényképek, de én az emberektől nem csak fényképek iránt érdeklődtem, hanem olyan emberek sorsa iránt is, akik számomra eltűntek. Tehát nem voltak benne a képben, nem volt meg a halálházasuk, nem tudtam, hogy hova kerültek, és többen tudták, igen, ez meghalt az első világháború, ez kiment Amerikába vagy Kanadába, ez Románián belül valamelyik faluba vagy városba került el, és így egyre bővült, gyarapodott az információknak a sora, és ez is gazdagította gyakorlatilag a könyvnek az értékét, és több hát érdekes dolgot, akik mondjuk 1941 előtt elkerültek Bukovinából, és én a különböző más települések anyakönyvéből tudtam a nyomukra bukkani, azokat én szintén leírtam, itt most már szöveges formában, kivel házasodtak, hány gyerekük lett, hogy hívják a gyerekeket, mi lett a további sorsuk, és ez nagyon jó lesz, mert hogyha elkészül az öt falunak a hasonló módon felépített családkönyve, akkor én szeretném a legnagyobb kirajzásoknak is hasonló módon elkészíteni a családkönyvét, és akkor egymás mellé téve mondjuk egy székelykevé is nagyon könnyen tudja az ősei sorsát visszavetni, egészen a Madéfalvi veszedelmig szinte, mert akkor már lesz egy székelykevé családkönyv, utána csak meg kell nézni például a Józsefalviban, hogy mondjuk a Mákszemek, nagyon érdekes családnév, hogy itt egészen meddig lehet utánuk nézni. Tehát lesz egy fotóalbum, ez a következő terv egy kis pihenőnek, igen, ugye? Igen, igen. Így kell felfogni a fotóalbum megjelenését. Mert túl jó sikert a gyűjtés. És akkor utána pedig jöhet a többi családkönyv. Én viszont még visszatérnék erre egy gondolat erejéig, ha napokban volt, jelent meg a könyv, akkor volt a könyvbemutatója is többek között Bátaszéken. Ott volt az első, és ott volt szerencsém részt venni ezen a bemutatón, és számomra meglepetés volt, hogy mennyire sokan érdeklődtek a könyv iránt. Ez jelenti azt, hogy a székely embereknek nagyon fontos ez a könyv. Neked viszont mit adott? Azon felül ugye, hogy a családod egyik ágátnak a történetét, a családfáját sikerült felkutatnod. Nekem is kellemes meglepetés volt az az érdeklődés, ami Bátaszéken megnyilvánult, de el tudom mondani, tehát pénteken jelent meg a könyv, szinte melegváltással raktuk át aznap délután 3-kor egy Pestről érkező gépkocsival a mi kocsijánkba, és 5 órakor már Bátaszéken ugye bemutattuk. Másnap Tevelem volt a országos székely találkozó, ott elsőben mondjuk nem Józsefalviak, inkább Hadikfalviak, Isten segítsek, Andásfalviak, Fogadj Istennek voltak zömében, az ő könyveket keresték, de utána vasárnap pedig Székelyszavarban a másik Józsefalvi településen volt szintén kellemes meglepetés, hogy nagyon sokan összejöttek a falu lélekszámhoz viszonyítva, és nagyon sokan távoli helyekről most időzítették a hazajövetelt, és családi találkozókat is szerveztek e könyv megjelenéséhez, és itt olyan emberekkel ismerkedtem meg, akikkel én már telefonon beszéltem, csak nem tudtam, hogy ők azok, és most sorba így bemutatkoztak, hogy igen, én Gyárról vagyok, igen, én Tiszasűjből jöttem, igen, én Pécsről jöttem, és csak telefonon beszélgettünk. Tehát barátok? Barátok? Igen, hát én gyakorlatilag kutatástól? Igen, rengeteg új ismerést. Én le is írtam a bevetőnek a végén, hogy igazából én most ismertem meg a bukovine embereket, ugyan anyakönyvekből ismertem őket, számítógépen ott volt mindenki, de még a pátaszékieket is elsősorban most a személyes találkozásokkor, beszélgetésekkor ismertem meg igazából, most már őket is tudom hova tenni, és ezért is volt nagyon jó ez a
gyűjtés, részben fénykép, részben információgyűjtés. Így személyesen megismertem őket, személyesen megismertem a távolébőket. És amikor Szabadban voltam első nap egy ilyen szintén gyűjtő után, akkor egy szabari asszonyka azt mondta, hogy én már többet tudok a szabariakról, mint ő pedig. Hát mondom, nem igaz, én csak azt tudom, amit előtte az anyakönyvekben megismertem, illetve amit aznap hallottam, és sok minden új információval gazdagodtam. Tehát ez hihetetlen, ugye, mint ahogy említetted is, rendkívül nagy munka volt, nagyon sok utazást igényelt, és én gondolom, hogy rengeteg pénzt is emésztett fel, gondolok én itt a számítógépes programokra, stb. Mire végre megszületett a könyv. Volt neked ehhez segítséged, támogatásod, mellé állt a dolog mellé valaki, valami szervezet, aki segítette a te munkádat, ha másképp nem is anyagilag? Hát volt, tehát a legfontosabb az elején, hogy nekem ne kelljen minden nap esetleg elutazni egy hadikfalvi anyakönyvet, mondjuk Tevelen tanulmányozni, vagy Isten segíts itt Hőgyészen, vagy netán a Násfény reformátusok itt Hidason, ezért én a Székely Szövetség támogatásával megvettem ezeket az anyakönyveket mikrofilmen az Országos Levéltártól, tehát így már megvoltak, sőt az andásvalami katolikusok itt, amelyek nem kerültek mikrofilmelésre, sikerült lefénymásolni, tehát én a munkának a zömét azt tudtam otthon végezni. Na most ezek a külföldi utazások, hiszen azok elkerületlen voltak, hogy az aldonai falvakat, vagy a Romániában lévő Déva, Csernakesztő, Szentgyörgy, egyébnek az anyakönyv adatait, azt csak ott helyben tudtam tanulmányozni, részben ezekben a falvakban, részben pedig Gyulafehérváron az érseki levéltárban. Hát oda bizony el kellett menni, de ekkor viszont általában úgy oldtam meg, hogy egy-egy kanadai vagy amerikai megbízást is teljesítettem, amelyik nem székely családra vonatkozott, és akkor, de mellette tudtam mindig így a székelyenkkel is foglalkozni, tehát igyekeztem. Na most a könyvnek az elkészüléséhez is kaptam segítséget, hiszen ezt már egy komoly programmal kellett elkészíteni, én magam tördeltem nyomdakészre, és ebben is volt segítségem, de papírmos Bátaszéki Székely, aki egyszerűen odajött hozzám az utcán, és megkérdezte, hogy hát mivel tudna segíteni, ő eddig ezt nem mertem megkérdezni, gondolta, hogy megsértve, mondom, ugyan, nincsen semmi sértés. Pont tegnap tudtam meg, hogy most csak egy több százezer forint értékű programra lenne szükségem, hogy nyomdakészre elkészítsem ezeket a könyveket, és hát most ezt a bizonyos programot akciós áron meg lehet ilyen 71.000 forintért venni, és akkor mondta, hogy ő majd segít, és segített, ez a program megvásárlásra került, ezzel a programmal készítettem el az első könyvet, a Józsefalvát, és bízom benne, hogy a többi családkönyvet is el tudom készíteni. Tehát, de a legnagyobb segítőim azok az emberek lesznek, akik ezt a könyvet megvásárolják, ez nekik készül, tehát elsőbben nem itt ilyen holmi anyagi számításban, hanem az, hogy minél több emberhez kerüljön oda ez a családkönyv, ugyanis ezt a könyvet oda tudják majd adni a gyerekeiknek, oda tudják adni unokáiknak későbbiekben, hiszen ebben most már össze van gyűjtve minden, amit Józsefalvára tudni kell a kezdetektől egészen 1945-ig, és így nagyon könnyű lesz átadni a család történetét, az ősök történetét, az egyes generációkat, és ez az egyik legfontosabb érték ennek a könyvnek, hiszen reméljük, hogy a könyv még nagyon sokáig önmaradt, tehát nem csak digitális formában, ugye a mai technika mellett. Én is ezért tartottam fontosnak, hiszen egy 80 éves nénikének nem mondhatom, hogy tessék, itt van egy CD, és tessék elolvasni rajta ezt a Józsefalvi könyvet, hanem ő bizony könyvformájába szeretné átlapozni, és számomra is, manapság is még a könyv az igazi érték, amikor azt ténylegesen tudom lapozgatni, nem csak a számítógép képernyőjén tudok lapozgatni, mert az egészen mást jelent. Hát Laci, én gratulálok ehhez a könyvhöz. Én biztos, hogy begyűjtök belőle egy darabot, hiszen az én családom is benne van. Ezt nevükben is nagyon szépen köszönöm. És hát kedves nézőink, önöknek pedig azt ajánlom, hogy nézzék meg, mindenképp megéri, forgassák ezt a könyvet, vásárolják meg, ha tudják, hiszen egy gyönyörű
borítója is van, tehát a polcon is biztos, hogy nagyon jót mutat, és érdemes forgatni is mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, minden jót!